Sziasztok, Baktai Ádám vagyok. Esti videó, kocsi volt, tudjátok, szokásos, nagyon jó, nem látszok bele. Éppen magamat kötöm be. És egy nagyon aranyos barátom arra kért, hogy már kapott tőlem reiki beavatást, de hogy meséljen már el neki a reiki történetét, így videóra is, és akkor mondtam, hogy akkor ezt úgy fogom csinálni, akkor mindenkivel megosztom. Mert hogy tudod, maga a reiki gyógyászat, ugye az egy nagyon-nagyon-nagyon aranyos japán mestertől indult el, és mégpedig úgy, hogy 1922-ben kapta Usui mester a beavatást a reikibe, hogy most jövőre lesz 100 éves a reiki, tehát igazából ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó pofa dolog. És ez úgy működik, hogy tudjátok, azért kell egy picit a japán kontextus is ehhez, mert azért a reiki ezzel a nagyon-nagyon minimál dizájnos stílusával azért nagyon japán. És az én korosztályom, meg a tőlem idősebbek, azok persze emlékezni fognak James Clavell-nak a Shogun című könyvére. Ebből aztán készült egy tévésorozat is, ugye nagyon nagy azért volt, nagy durrálás itt Magyarországon, amikor a 80-as években lement a Shogun. Az ugye azt a korszakot írja a japán történelemnek, amikor ilyen elképesztő belső viszályok voltak, és amikor a különféle régiók hadurai küzdöttek azért, hogy megkaparítsák a teljes ország fölötti hatalmat. Ugye ez 1603-ban ért véget ez a korszak. És akkor kezdődött egy Tokugawa nevezetű korszak. Emlékeztek a James Clavell című könyvbe, hogy gondolom, hogy ne sértsen senkit, itt át lettek írva a nevek, és akkor a Tokugawa volt Toranaga. Toranaga-sama. És Tokugawa Ieyasu volt, aki egészképpen győzedelmesen jött ki ebből az egész időszakból, ugye, mert hogy volt egy olyan időszak egyébként, hogy egyébként Tokugawa Ieyasu, Hideyoshi Toyotomi és Oda Nobunaga egyébként egy oldalon állt a három nagy leghatalmasabb hadvezér, és aztán úgy végülisképpen jött ki győzedelmesen Tokugawa Ieyasu, és hát egy ilyen nagyon puritán életet élő, nagyon-nagyon szamuráj ember volt. Ő 265 évig tartó dinasztiát hozott létre valójában, mert neki 10 generáció, tehát hogy 10 Tokugawa volt, aki hatalma volt egymás után, és akkor a Tokugawa időszakban maga az, hogy mindenre összpontosítsunk, ami japán, ami a belső, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon előtérbe került. Ugye eleve az egyik ilyen nagy egyensúlyborító az volt, hogy a japán császár a korábbi időszakokban egyre jobban próbálta utánozni a kínai császári dinasztiát és a kínai császári viselkedés mintát, ez a nagyon komoly fennköltség, és akkor a nagyon drága sejmek, meg minden, meg a nagy udvar, meg minden, nagy fényűzés, stb. És a szamurájoknak ez volt, ami igazából így végülisképpen így kiborította a csuprot, mert hogy az volt, hogy ők azt gondolták, egy ilyen élvezkedő, ilyen semmilyen biztonsági érzetet nem generáló vezetősége az országnak, az technikailag csak romba dönti az egészet. És akkor azért gondolták, hogy akkor majd ők maguk közt majd összerántják, hogy ki lesz a legmagasabb, legfelsőbb vezető, hogy ő lesz majd, aki majd érdemes arra, hogy vezesse az országot. Tehát ez nem egy ilyen pucs volt, hogy nekem majd jó lesz, mert tudod, a szamuráj az azt jelenti, hogy szolgálni. Tehát igazából ugye a szamurájság az mindig azzal is járt, hogy ők fenntartották a rendet, meg minden. Persze ez is korumpálódott, meg minden, hogy minden a materiális világban, de a korai időszakban a szamurájok azért akarták a hatalmat megragadni, hogy jó vezetése legyen az ő méltó és hihetetlenül szeretett és tisztelt országoknak. Szóval a Tokugawa korszak az 1860-ig tartott, ugye 265 évig. Érdekes, hogy 265 évig Japánban nem volt infláció, tehát hogy 1603 és 1868 minden ugyanannyiba került. Minden került a sejem, a
a zöldségek, a gyümölcsök, az ételek, a dísz, minden. Mert hogyha nem üzleti alapú a rendszer, akkor miért kéne, hogy legyen infláció? És hát ugye ezzel elkezdtem volna, nem tudtak együtt működni a nyugatiak, és ugye Japán úgy tartott a kapcsolatot, ugye ez már az első Tokugawa shogunátus alatt kialakult, hogy 4 darab kikötőn be lehetett üzletelni Japánnal, de azon felül nem. És akkor a nyugat, nagyon sokszor láttuk ezt, ahogy egyébként radikalizálták az egész Közel-Keletet, ugye az olajon keresztül, az olaj harácsoláson keresztül, ugye Irán teljesen lepadlózta, ez Anglia, a Szaúd-Arábiát teljesen radikalizálta az Amerikai Egyesült Államokat, igazából itt is ugyanaz volt, hogy elkezdtek egy ellenlábas frakciót pénzelni, segíteni, stb. És végülis képen láttátok azt a filmet, hogy Utolsó szamuráj, hogy Tom Cruise a főszereplő, az végülis képen ezt mutatja, hogy ez a Meiji restauráció, mert akkor került vissza úgymond a hatalom a császárság kezébe, és akkor éppen Meiji volt az akkor uralkodó, és ezt mondják Meiji restaurációnak, hogy akkor Meiji visszaállítva, mint az a legfelsőbb hatalom. És technikailag onnantól kezdve akkor úgy nagyon ketté szakadt a japán társadalom, és ebben a korszakban született ugye Usui mester, Mika Usui, aki végülis képpen ugye a Reikinek az elkezdőt, vagy elindítója, vagy elkezdője. És Usui család és egy szamuráj családban született, az ő édesapja nagyon magas beosztással bírt a mezőgazdasági minisztériumba, és elképesztően Meiji császárnak a pártján álltak. Usui a 3. fiú gyerek volt a családban, az ő egyik idősebb fiú testvére egyébként rendőrtiszt volt, tehát ez rendfenntartó volt, és a másik idősebb testvére pedig orvos, és akkor minden, ami nyugati, az elképesztően divat volt. A nyugati orvoslás, tudod, akkor építették a vonatot, minden Japánban, a teljes, minden, ami nyugat, az nagyon pörgött. És technikailag ugye az volt, hogy Usui, mint egy nagyon befolyásos családnak a szülöttje, drága pénzért egy holland és egy német orvosnál tanult. És az egyik időszakban, amikor éppen egy ilyen komolyabb kolera járvány futott végig Japánon, Usui mester is kolerás lett, és neki az volt az utolsó ilyen nagyon tiszta emlékkép az egész történésről, hogy fölé hajol az egyik orvos, tehát vagy a holland, vagy a német, nem emlékszem, megvizsgálja és azt mondja ilyen tört japánsággal, hogy na ez a szerencsétlen ördög se fogja megélni a holnap reggelt. És egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas lázzal járó ilyen delíriumba zuhant, és másnap reggel ő felépülve kelt föl, de úgyhogy ezt kb. Mindenki megcsodálta. Ővel az történt egyébként maga a deliriós lázálmában, hogy megjelent neki egy gyógyító buddha, ugye, Maestas Guru, és azt mondta neki, hogy Usui mester, az nagyon szép és jó, hogy te az emberek gyógyításának az érdekében áldozol időt, pénzt, energiát, és hogy e felé akarsz menni, de ennyire nem szakadhatsz el a saját tradícióitól. Ez volt buddha tanítása. Ugye már az mindenki csodára járt, hogy Usui felépült, és Usui el is mondta ezt a családjában, az apjának, az anyjának, a tesóinak, hogy velem ez történt. De azt tudni kell, hogy Usui mester egy tendai-buddhista családban született, és a tendai-buddhisták azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szigorú törvények mentén működnek. És hát egyből mondták neki a szülei, a testvérei, hogy Usui, hát ez nem működik így, hogy Mikao az a keresztnév, ugye. De csak Magyarországon és Japánban van az, hogy a vezetéknél van először mondva. Szóval, hogy Mikao, ez biztos, hogy nem így van, mert ez nem vagy annyira tiszta életet élő ember, hogy hirtelen megjelenjen neked a Jóisten. Valószínűleg ezt te behalucináltad a láztól, és akkor kb. Itt hagyták el, de Usui ezt nagyon foglalkoztatta, és abban az utcában, ahol laktak, az utcában volt egy Shingon buddhista közösség. Shingon egy nagyon misztikus rendje a japán buddhistáknak, és ott egy Watanabe Kiyoshi volt a pap, Watanabe Bonz, és Watanabe Mester, vagy Watanabe Pap, vagy szerzetes, és neki mondta el Usui, hogy ez történt, és ott persze nagyon misztikus Shingon tanítások mentén Watanabe Kiyoshi mondta is Usuinek, ez teljesen rendben van, ez tök jó.
Mert hogy létezik olyan, hogy a Buddha azért jelenik meg valaki előtt, mert annyira hívő, és annyira komolyan gyakorolja az ő lelki gyakorlat, és annyira tényleg mindent ilyen passzentosan csinálja, hogy persze megér neki Buddha, hiszen megérdemelte. De vannak események, amikor Buddha teljesen csak a saját kegyéből jelenik meg, és azért jelenik meg, mert hogy van egy célja veled, és elmondja neked, hogy mi a célja. Jelen esetben pedig az, hogy tradíciósabb gyógyászatot is kéne, hogy végezzél, nem csak a nyugati orvoslást. És akkor Usui mester persze akkor ugye mondta ennek a szerzetesnek, ugye a Vatanaba mesternek, hogy jó, de akkor mit tanuljak? Tehát hogyha szerinted is ez lenne az én hivatásom az életemben, hogy a Buddha is megmondta, hogy ez legyen az. De akkor szerintem mit csinálják? És mondta ez a mester, hogy én nem vagyok járatos a gyógyászatban, ugye én ilyen pap vagyok, ilyen teológus pap vagyok. Hogyha engem kérdeznek, az én véleményem az, hogy gyógyíts el úgy kézrátétellel, hogy a Buddha is tette. Mert az miért, az milyen már, hogy akkor teljesen nyomdakjaiba tudsz lépni. És az Usuinál elindított ezt a folyamatot, és ő elkezdett úgy egyébként kutatni, és mindenféle dolgot így, amit csak lehet elolvasni, és felhajtani a gyógyászat, amit csak tudott. És hát ugye egy nagyon befolyásos családban született, ő Usui mester például aranyba fizetett, hogyha valaki visszatérő utazó legyen, az Koreából, Japánból, vagy Kínából, Japánból, bárhonnan, tudnék olyan kéziratokat hozni, ami a gyógyítással foglalkozik. És sok-sok év alatt Usui mester teljesen összerakta ezt az egész történetet, mindent tudok már, hogy kell átadni a beavatásokat, mi az egésznek a rendszere, mindent tudott már, de maga a beavatás az ugye nem volt meg nála, mert hát ugye ezt oda meg kéne kapni, de ugye mindent. És elképesztő mennyiségű szanszkrit, tibeti, kínai, koreai átiratot olvasott, tehát elképesztően jártas volt mindenben. És 1922-ben gondolt az, hogy oké, ez már nem járja, lehetetlen, hogy itt toporog, évek óta minden megvan, de nincs izé, akkor én elmegyek, és akkor izé ezt így megszerzem magamnak ezt a beavatást. És elment a Kurama-hegységbe, az a mai napig egy nagyon misztikus része Japánnak, tudjátok, ott vannak ezek a Sugendo gyakorló szerzetesek egyébként, ilyen remete életet élnek elvonulva a hegyekbe, és abból tartják fel magukat nagyon egyszerűen, hogy az arra érkező zarándokokat, az arra érkező túrázókat, ők így idegen vezetgetik a hegyen, elviszik őket szép helyekre, templomokba, kolostorokba, vízesésekhez, stb. Hát az ilyen japánosan, hogy minden, ami szép, az nekik egy ilyen elképesztő harmóniát adó dolog, és akkor ők boldogok attól, hogy kimennek és kiülnek egy vízesés mellett, és akkor ott egy kicsit szemlélődnek, meditálnak, magukba húzódnak, tehát hogy elképesztően egészséges, ebből a szempontból az a társadalom. És 21 napig étlen és szomjan volt kint az erdőbe, és a 21. nap napfelkeltekor ő azt látta, hogy a felkelő napból aranyszínű szanszkrit szutrák jönnek felé, és ezt olyan erővel ütik meg az ő harmadik szeménél a homlokát, hogy ő elvesztette az eszméletét. Tehát persze tudod, nagyon sok átiratot olvasott, tehát pontosan tudta, hogy mik a szanszkrit írások, meg mindent, de akkor ez volt. És akkor délután egy kicsit így magához tért, és nem tudta, hogy mi van meg, de tudta, hogy megvan. És ő elindult lefelé a hegyről. És három csoda történt, egy kis pici csoda történt Usui mesterrel, majd elsőként szétrúgta nagy lábujját egy kövön, tudod, csak ilyen izé oldalak ilyenkor szertetesen, csak ilyen kis hány szandit a japánok. És hát ösztönösen darakta a kezét a lábujjához, amit megsérített, vagy megfelsértett. És pár percet levette a kezét, és megyesen megy a gyújtosába, ez volt az egyik csoda. A második csoda az volt, hogy megérkezett a kis településre, a kis elosztó központba, és éppen zárt egy éttermes, és azt mondta az éttermes, hogy fú, drága remete úr, nagyon sok ételem van, de muszáj bezárja, hogy lehetne az a jó karmám mára, hogy akkor én megvendegelem a drága remete urat egy vacsorával. És akkor az Usui mester persze mondta, hogy igen, és 21 nap evés ivás után úgy megette az ott felkínált vacsorát, hogy semmi baj nem lett el, ez a második csoda. És ott persze, hogy a 21 napot kint éjszakázzal az erdőn, azért az meglátszik rajtad. Éppen jöttek haza az ő vacsorája után a szerzetesek a koldulásból,
a mesteredet, és nagyon sok ilyen japán rendben, ugye napkelte és napnyugta között kint lehetnek, de napnyugta és napkelte között kisebb lépjenc a kolostorból, és akkor bent, és akkor mindenki sétett vissza, de látták mosolymestert, és akkor mondták, hogy azért, hogy hogyha akarja az éjszakát a kolostorba tölteni, akkor, akkor Isten hozta. És akkor persze, akkor ez így el is indult, és ővel a szerzetesekkel. Neked ott nagyon sokszor lehet, hogy japán vagy emberek egy ruhában utaztak, azért, mert ez egy japán tradíció volt, hogy ha bementél egy fogadóba, akkor lerakhattál a szennyes ruháidat, és elvihettél más, tehát mindenkinek halálpatent, ilyen hakamái, meg kimonói voltak, és akkor tudod, és akkor neknek a ruhát cseréltél, volt. Kustrimester megfürdőt, kapott tiszta ruhákat, stb. És akkor este beszélgettek a szerzetesekkel, hogy akkor mi fánterelnek, vagy mind. És Usuimester arra lett figyelmes, hogy, hogy ilyen kis nyöszörgésen az emeletről. És mondták neki, hogy hát igen, sajnos az apátúrnak sok fizetik irodása van, és néha, amikor belobban, akkor brutál, akkor szegény egész éjszaka nem tud aludni, egész éjszaka ők is hallják, hogy nyögdéccsel forgolódik, hogy nem talál nyugalmat, és hát nagyon-nagyon sajnálatosan most is éppen az apátúr egy ilyen sok fizetik irodásos rohammal küzd. És Usuimester megkérdezte, hogy kezelheti az apátot, és akkor mondta, hogy persze, hát minden jó, és Usui megkezelte egyszer az apátot, és Usui 1926-ban távozott el. És ők 4 évig folyamatosan leveleztek ezzel az apáttal, és soha nem jött vissza sok vizeti gyulladás ennek az apátnak egyetlen egy kezelés után. Szóval ez volt a 3 család, és akkor Usui persze visszatért az ő családjához, és ugye azért voltak gyerekek, mama, és hát akkor elmondta mindenkinek ezt a sztorit, elkezdte ezt a reiki dolgot csinálni. Mert egyébként ő dolgozott rendes orvosként is, csak ő nagyon-nagyon-nagyon zavart az, hogy ő nagyon sokat dolgozott ingyen a szegény negyedekbe, de hogy hiába volt, hogy elmulasztotta embereknek a fizikai problémáját, és hiába volt, hogy nagyon sokat segített ilyen pro bono stílusban a szegényeknek, hogy ő neki mindig ez a zavaró tényező volt, hogy újra és újra, ugyanazok az emberek újra és újra ezekben a nehéz pozícióban kerültek, de azt gondolt, hogy a fizikai gyógyítás nem elég. Kell egy szellemi gyógyítás, hogy meg tudjon emelkedni az ember rezgését, tudjon jobb döntéseket, azt is a többi. Szóval eleve neki volt egy ilyen becsípődése, és akkor hirtelen ugye megvan a reiki, elkezdett embereket kezelni, és látta, hogy nem csak fizikailag lesznek tőle jobban, hanem ők elkezdenek egyébként szellemileg is jobban teljesíteni, és biztosan kiegyensúlyozottabban működni, és hát ő meg tud innentől kezdve egy gátszakadás, hogy úristen, akkor ezt mindenkihez el kell juttatni, ez mekkora izé, és ő elkezdett izélni, propagálni a reikit, és a 11 embernek adott nagy mesteri beavatást. És ez akkoriban Japánban hallatlan volt. Ha volt egy ilyen kincsed, akkor technikailag ezt úgy őrizted, mint a szemed fényét, és ebből élt onnantól kezdve több ezer éven kezd az egész családod, mert akkor ők voltak ennek a rendszernek a mesterei. Jó, tegyük hozzá, ez egy ilyen reneszánszkor volt Japánban, hogy a Usui korában, amikor előállt a reikivel, akkor kb. 3 reiki rendszer volt éppen akkor. Ez egy ilyen reneszánsz volt, ez a gyógyítás felé forduljunk, meg ilyesmi. Szóval ez egy ilyen izé volt, de hát annyira fölkapott volt az akkor ez a történet, hogy akkor Usui a családja, hát nem a születését fogott családja, hanem a gyermeke és a felesége, nekileg otthonról így kiátkozta, hogy ez mekkora hülyeség már, hogy egy ekkora kincs van az ő kezébe, és ezt ő elszórja idegeneknek. Az egyik tanítványt úgy hívták, hogy Hayashi, és nem elég Hayashinak a Hayashi mesterek keresztnevére, de talán lehet, hogy Wataru, de nem biztos, de nem az Ohashi volt Wataru, mindegy. Hayashi mester volt ugye az, aki fizikailag is orvosként működött ugye abban az időben, és hogy akkor ő a reikivel elkezdett nagyon-nagyon komolyan működni, és akkor Usui mester mondta neki, hogy minden jobban próbálja összedolgozni az ő nyugati orvosi praxisát a reikivel, mert ez a kettő együtt fog nagyon jól működni. És akkor tudjátok, azért Usui mester nagyon-nagyon-nagyon japán minimál design volt, tehát az Usui mesternek a több kéztartásos kezelése az 7 darab kéztartás volt, tudjátok, szem, halánték, fül, 1-2-3-4 lent a testen, tehát hogy igazából tök egyszerű. Hayashi mester vezette be, hogy akkor végig egészen a test első felén kezelni egészen bokáig, talpig, aztán hasra fordítani a pacienst, és akkor a hátán visszavenni, és ugye a csakrákon végig haladva kezelni, stb. Ezek már mind Hayashi mester figyelte meg az ő klinikai praxisában, ez így hatékonyabb. És Hayashi mester egyébként katonaorvos volt,
ő a katonaságon keresztül végezte az orvosi iskoláit, és akkor elindult a második világháború, akkor ugye őt be is hívták, hogy egy nagy tengerjáró hajón töltsön be katonaorvos felcser szerepet, és Hajasi mester azt mondta, hogy effektíven nem akar részt venni a háborúban, tehát azt mondja, nem, és meg is jósolta egyébként, hogy nagyon sok rejkivel foglalkozó ember fog elmenni a háborúban, ezért meg kéne próbálni a rejkit kiszabadítani a világ, a japán világból, és így elküldeni egy kicsit így a világon, a tengeren túli világba egy kicsit így teret hódítani. És egyébként az a vicces, hogy nagyon igaza is volt sajnálatosan Hajasi mesternek, mert Hajasi mester, tudjátok, ő a haditengerészetnél volt, és hogy ugye azáltal, hogy Usui mester ennyire felső körökben született, és ennyire felső kerekben volt ő járatos. Kérdezzetek, az a reikiai magyar, ami most Japánban van, ami az Usui vonalon fennmaradt, egyébként szinte semmi köze az európai, és az Amerikában zajló reiki, ez annyira vicces. Azt kérdezzetek, hogy a mai napig annyira ezen a felső oktávon van, hogy a mai napig a japán reikinek a feje, az egy nyugodozott tengernagy a japán haditengerészettől, és hogy ő közte és Usui mester között azt hiszem kettő ember van összesen, vagy lehet, hogy egy ember van, azért a Hajasi mester van a kettőjük között, tehát kb. Annyira megőrizte ezt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elit érzetet a japánban gyakorolt reiki. Ez nagyon érdekes, de hogy Hajasi mester ezt így megjósolta, és egyébként Hajasi mester, ő ki is lépett a testéből, tehát Hajasi mester mondta is, hogy akkor ő nem kíván részt venni, összehívta tanítványait, és ő ott úgy követett el szeppukut, rituális ilyen öngyilkosságot, hogy egyébként ő ott kilépett, meditációba ült, és kilépett a testéből. Tehát hogy ő is azért egy nagyon komoly varázsló volt, Hajasi mester, és ekkor lett Havajó Takata asszony, hát az ilyen Európában, meg Amerikában kiáraló reikinek a feje, mert Hajasi mester őt választotta be. Takata asszony volt, aki egyébként elkezdte reikit tanítani Amerikába, és ő volt, aki először 1976-ban nagymesteri beavatásokat is adományozott